ember létezik a világon, akinek van alibije, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. Ez nem alibi, ez tény. Jó reggelt kívánunk, ez továbbra is a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazzy Rádióban, mégpedig Mihálovics Andrással. Ráadásul Kántor Endrével. Jó reggelt kívánok én is. 0-30-20-10-9-0-9 SMS, WhatsApp és Viber számunk is. Ez mit röhögsz? Én nem nevettem egyáltalán. De látom. Nem. Látom. Ja, akkor röhögtök. Ja, kinéztél most egy pillanatra. Ki van még ott? Majd elmesélem a közlekedés után. Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 Jazzy-n. Baleset történt a Bajcsi-Zsilinszky úton befelé a buszsávban az Arany János utca előtt, úgyhogy arra nem árt figyelni. Ugye még mindig egy irányosítás van a Ferihegyi reptérre vezető úton kifelé, a határúttal a Kőbánya-Kispesti felhajtóig az M3-as metró feletti híd felújítása miatt. És a Szigetszent Miklósnál az M0-as M7 felé belső sáv balesetes, írta Mike, ezt többen is megírtátok, ott nehéz közlekedni. Nem lehet úgy megoldani egy problémát, hogy az ember karosszékben üldögélve olvas róla az újságban. Millás reggeli. Most volt a méhek napja, és ezt meg is ünnepeltük, illetve hát beszéltünk róla, viszont van egy érdekes és egyedülálló klímavédelmi lakossági termék, amelyben a Takarékbank ügyfeleivel közösen támogatja a méhészeti szektort, ami tényleg egy egyedülálló dolog, és nem nagyon hallottunk még ilyenről. Itt van velünk a vonalban a Takarékbank kommunikációs igazgatója, Bocskai István. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánok! No, hát ugye amikor szóba került a méhek világnapja, akkor a hallgatók is többen kérdeztek, hogy hogyan lehet segíteni ezeken a hasznos kis lényeken, és akkor mi mondtuk, hogy nem kell annyira füvet nyírni, meg stb. De hát azért mondjuk a valaki társasháznak a negyedik emeletén lakik, annak valami kevés ráhatása van, és talán még méhecske hotelt is felesleges kihelyeznie. De jó hír, hogy nekik is van megoldás, mert hogy bevallom őszintén, a magyar pénzügyi piacról nem láttam ilyesmi kezdeményezést. Ez egyértelműen egy fenntartható fejlődés támogató, és ráadásul lakossági termék, amivel hát egy kicsit a méheknek az is kedvezhet, akinek egyébként más módja nincs erre, ugye? Az az igazság, hogy azt gondolom, hogy az elmúlt évek attól voltak hangosak a világon és Európai Unióban egyaránt, hogy általában a pénzintézetek, bankok nagy mértékben elkezdték támogatni azokat a vállalkozásokat, befektetéseket, amelyek a fenntarthatóságot helyezték fókuszba. Tehát így korporét üzletek szempontjából azt gondolom, hogy nem újdonság az, hogy egy fenntartható vállalkozást vagy befektetést támogassanak a bankok. Na pláne azt, hogy egyébként a központi bankok ezt szubvencióval igyekeztek még tovább támogatni. Ennek megfelelően mi azt gondoltuk, hogy nem csak a korporét üzletágban fogunk majd olyan termékeket fejleszteni, illetve olyan megoldásokat keresni, találni, hanem a lakossági üzletágban is igyekszünk olyan terméket kifejleszteni, és a kedves ügyfeleink részére biztosítani, amely abszolút a fenntarthatóságot szolgálja. Hogy néhány ilyen statisztikai adatot is tegyek hozzá, Európában az intézményi befektető 92%-a köti üzleti döntéseit a fenntarthatóság irányelvekhez, ami azt gondolom, hogy mindazt megerősíti, amit az előbb elmondtam. De hogy Magyarországon ez mit jelent, a fenntarthatóságnak ma már jelentős a makrogazdasági súlya is. A környezetvédelmi ráfordítások értéke a vállalatok, a háztartások és az állami intézmények költségeit összeadva Magyarországon meghaladja az évi 235 milliárd forintot. Na, azt gondolom, hogy ez mind-mind abba az irányba mutat, hogy érdemes fenntartható termékeket a bankpiacnak is előállítani, vagy a bankszektornak is előállítani, és ez a mi termékünk is erről szól, hisz egyrészt egy klímaváltozás hatásait csökkenteni kívánó
elemet helyeztünk bele akkor, amikor a Magyar Méhészeti Szövetséget támogatjuk, azzal, hogy minden egyes vásárlás után a vásárolt érték 0,2%-át mi hozzátesszük ehhez az alaphoz, amit kezel a Méhészeti Szövetség. Tehát a vásárló vagy az ügyfelünk minden egyes vásárlásával támogatja ezt az ügyet, és a szövetség pedig kifejti azt a fajta kommunikációs és egyéb aktivitását, amellyel fölhívja a figyelmet arra, hogy a méhek mennyire szükségesek ahhoz, hogy fenntartható legyen az a fajta gazdálkodás, amelyet most folytatunk. Pont a mai nap olvastam egyébként, hogy elindult a darázs invázió, és ugye itt a legnagyobb probléma az, hogy nagyon sokan, mi hétköznapi emberek összekeverjük a darázs és a méhet, és hát ebből adódóan óriási kockázatnak van kitéve a méhecske, amikor elkezd gyűjtögetni és meglátogat bennünket az udvarunkon. De azért nagyon sok különbség van egy méh és egy darázs között, már csak az is, hogy méretben is eltérőek egyébként, arról nem is beszélve, hogy mind a ketten ugyan poroznak, de gyakorlatilag az intenzitás az eltérő, hisz a méhecske sokkal aktívabb és sokkal szorgalmasabb állatka. Hát azt gondolom, hogy a mai a méhecske meséből azért azt gondolom mindannyian tudjuk, láttuk, hallottuk. Még a darázs alapvetően egy ragadozó, vagy legalábbis mindenevő állatka, aki alapvetően egy ilyen carpe diem sztájban éli életét, és alapvetően nem arról szól az élete, mint a méhecskének, aki egy tudatos állatka, és alapvetően gyűjtöget, ebből van utána a méz. Úgyhogy nagyon sok minden, ami a két állatot megkülönbözteti, de leginkább a mérete, és ebben azt gondoljuk, hogy érdemes erre egy picit fókuszálni, erre odafigyelni, és ezért is hívjuk fel a figyelmet erre, hisz ők viszont nagyon segítenek abban, hogy fenntartható legyen az a gazdálkodás, amit egyébként folytatnak a földeken, a kertekben, gyümölcsösökben, hisz nélkülük nagyon nehéz lenne a boltok piacán, vagy boltokban megtalálni azokat a terményeket, zöldségeket, gyümölcsöket, amelyeket minden nap fogyasztunk. A számlatermék egyébként egyrészt erről szól, másrészt pedig olyan elektronikus szolgáltatásokat kínál nagyon olcsón, sőt bizonyos feltételek mellett ingyen, amelyek azt szolgálják, hogy lehetőség szerint az a lábnyom, amit teszünk, ökológiai lábnyom minél kisebb legyen, hisz videóbankon keresztül is igényelhető ez a számlacsomag, tehát nem kell autóba ülni, vagy tömegközlekedésre ülni, hogy bejöjjön valaki egy takarékbank fiókba, és ott megkösse ezt a számlacsomagot, hanem videóbankon keresztül is megteheti ezt, illetve hát bizonyos rendszeres havi jóváírás után 350 000 forint ez egyébként, a számlavezetés ingyenes, és az elektronikus szolgáltatások, utalások is ingyenesek 1 000 000 forintig. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag egy nagyon fenntartható, és egy nagyon-nagyon komfortos, ügyfél élmény biztosító számlacsomagot tudunk mindezért adni, úgy, hogy közben még egy nagyon fontos klímavédelmi aktivitást is megteszünk azzal, hogy a méheket támogatjuk. Uh-huh. Hogyan jöttek képbe a méhek a banknál? Hiszen annyi fenntarthatósági cél van. De én azt gyanítom, hogy ez egy klasszikus hagyaték, nem? A takarékbank esetében. A logóra emlékszünk? Az igazság, hogy a logó az már csak később jött, mint ötlet, hogy tényleg hát ezzel még össze is cseng. Aha. De alapvetően ugye a motiváció az a takarékbanknak az agrár fókusza jelenti, hiszen azt gondolom, hogy az nagyon sokan tudják, hogy a takarékbank egy nagyon erős agrár ágazattal bír, és emiatt azt gondoljuk, hogy nagyon fontos az, hogy a fenntartható gazdálkodásban olyan aktivitást fejtsünk ki, amely azt elősegíti. Tehát innen jött az ötlet, tehát az agrár fókuszból, és hát aztán utána nyilván adott volt, hogy nyilván azok a szeniorabb hallgatók, mint jó magam is, még emlékszünk arra, hogy a takarékbanknak a logója az a méhecske volt, és ahogy az előbb is említettem, ő egy tudatos állatka, aki gyűjtöget folyamatosan, és ebből adódott az, hogy a kettő együtt nagyon jól tud működni, bízunk benne, hogy erre még azért sokan emlékeznek, és mellette természetesen azt gondoljuk, hogy ezt a komfortos és ügyfélbarát szolgáltatást minél többen igénybe fogják majd venni.
Jó, van-e még valami a tartsolyban fenntartatóságot illetően, nem mintha nem lennénk elégedettek, csak inkább kíváncsiak vagyunk. Van, mert azt gondolom, hogy azzal, hogy ugye 5 évvel ezelőtt ugye attól volt szintén hangos a világ, hogy az ENSZ is elfogadta azokat az irányelveket, fenntartatósági irányelveket, amelyeket aztán 2019-ben Green Deal néven ismerté vált irányelvekben az Európai Unió is magáévá tett, és ezt követően ugye a Nemzeti Bank ebben az évben áprilisban, ha jól emlékszem, szintén megfogalmazta azokat a fenntarthatósági irányelveket, amelyeket a pénzintézeteknek ma már a működésükbe is figyelembe kell venni. Tehát gyakorlatilag ma már nem egy CSR-ról, egy kommunikációs aktivitásról beszélünk, hanem alapvetően a vállalatok mindennapi működésébe, hitelezésébe, hitelezési politikájába, kockázatkezelésébe, kockázatelemzésébe, a governance-be, tehát a vállalat irányításába meg kell jelenni a fenntarthatóságnak. Tehát olyan vállalkozásokat, olyan beruházásokat érdemes támogatni egy pénzintézetnek, amelyek a fenntarthatóságot szolgálják. Mind a fenntartható energia előállítását, vagy azt használó vállalkozások is előnyt élveznek. És hát mint hogy ebből egyre inkább több van, nem csak Európában, hanem Magyarországon is, ezért nyilvánvalóvá vált, hogy a jelzálók bankok is, így többek között a takarék jelzálók bank is, erősen dolgozik azon, hogy olyan jelzálók, zöld jelzálók levelet bocsásson a piacra, amelyek már ezt a célt szolgálják, és hát nyilván miután egyre több ilyen vállalkozás van, és egyre több ilyen finanszírozott termék áll rendelkezésre, így egyre nagyobb a merítési lehetőség a kosárba, tehát egyre inkább lesznek elérhetőek azok a zöld kötvények, így nálunk is, de valószínű, hogy a piacon más szereplőtől is, amelyek azt gondolom, hogy mindenképpen azt szolgálják, hogy kicsit zöldebbek legyünk, és fenntarthatóan tudjuk majd az életünket élni. Jó, hát nagyon szépen köszönjük az információkat, és nagyon örülünk, hogy a pénzügyi szektor is rástartolt erre a fenntartatósági dologra, és külön öröm, hogy így ilyen mezőgazdasági fókuszban teszi mindezt a takarékban. Nagyon köszönjük az információkat, és sok sikert kívánunk a termékhez természetesen. Nagyon szépen köszönöm. Viszont hallásra. Minden jót. Bocska Istvánnal, a Takarékban kommunikációs igazgatójával beszélgettünk. Következzen egy zene a Millás reggeli saját válogatásából. Music for Millions.